Nos, nem csacsiskodunk, kedves nézők, hanem bábozunk egy kicsit. A Buratino Bábszínház ugyanis a meglepetések évadára készül, úgyhogy vendégeinket erről fogjuk faggatni. Kerekes Jánost ugye már remélem nem kell bemutatni, hiszen nagyon sok szülő is lát titeket, legalábbis amikor vége az előadásnak, és kimerészkedtek a paraván elé. Tóth Károly Totyát sem, a Móri Zsigmond Színház művészét, de mit kereselte most itt a bábosok között? Telefonáltak, hogy jöjjek be. Ne, komolyra fordítva a szót. Valóban egy telefonnal indult. János fölhívott nyáron, hogy szeretne velem beszélni. Bementem hozzájuk a Bábszínházba, és elmondta, hogy arra gondoltak, hogy szeretnék a repertoárokat frissíteni, és hogy vállalnék-e rendezést náluk. Amitől én köpni nyelni nem tudtam, mert ugye nem voltam arról híres eddig, hogy én rendezek bárhol is, vagy ilyen haknikat kivéve. De mivel nagyon régóta ismerjük egymást, dolgoztunk már együtt, még a színházban annak idején, nagyon jó szakembernek tartom, ezért azt mondtam, hogy miért ne próbáljuk meg. Meg azért jó néha, nem? Egy picit kipróbálni az emberek saját magát egy olyan területen, amit eddig legfeljebb szemlélőként figyelt. Igen. Igen, ezt én azt gondoltam 31-nehány éve, hogy tökéletesen kielégít engem, hogy én megkapom szöveget a színházba, rendezővel, és akkor megcsinálom az én dolgomat. Tehát nem, úgy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kacérkodtam a gondolattal, hogy meg kéne próbálni, csak nem tudom, a lustaság, meg a kényelmesség úgy valahogy nem navigált erre, és ahogy jött a János telefonja, úgy kapóra jött, és azt mondtam, hát vágjunk bele. Na, hát akkor ez is egy meglepetés, akkor nyilván ez is adta az apropót, hogy valami különlegesség legyen. János, sok változás van, ugye, most körülöttetek, vagy legalábbis kicsit készülődtök, költöztök, új darabok készülnek. Mesélj egy picit akkor erről a meglepetésekkel teli évadról. Hát igen, ez többszörösen meglepetések évadának indul. Egyrészt ez, hogy rendezővel próbálunk, két előadást is fog Totya rendezni, és ugye bábtervezővel is fogunk rendelkezni, tehát felkértünk egy bábrendezőt is, tervezőt, aki majd a két előadást fogja színpadra álmodni, a kellékeket, diszleteket, jelmezeket. Mondjuk is el gyorsan, hogy ki. Mondjuk is el gyorsan, igen, igen, Sebők Réka. Így van, ő egy nyíregyházi lány, aki itt a művészeti szakközépben végzett. Aztán elvégezte Kaposvári Egyetemen a látványtervező szobrászszakot, és most Egerben tanít. Akkor mi lesz ez a két előadás? Ez a két előadás, ez az első az Vas Albert, Mese az erdőről című meséje, a másik pedig Békés Pál, Spárga tenger alatt járó. Ez akkor a Beatles elhíresült Sárga tenger alatt járójának a folytatása, vagy valami újragondolása? Nem, ez egy önálló mesejáték, környezetvédelemmel, tehát a felmelegedés, ez most durván hangzik, de mivel ugye ez gyerekeknek készül, de az ő természet iránti védelmükkel kapcsolatosan. Azt gondolom, nagyon aktuális, és talán gyerekkorban lehet a leginkább megszólítani ugye őket arra, hogy valóban az a vigyázzanak a földre, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk amikor ők lesznek felnőttek, akkor milyen környezet veszi őket körbe. Úgy olvastam, hogy ennek kapcsán lesz egy ilyen nagyon különleges felhívásatok, készíts bábreklámot újra hasznosítható hulladékból. Gondolom, hogy az előadás kapcsán jön ez az ötlet. Igen. Így gondoltuk, hogy akkor ezt az előadást majd úgy április környékén, a szelektív szombat, amikor szokott lenni, vagy Herul Nyíregyháza, nem tudjuk még pontosan, akkor mutatnánk be, és akkor mivel a gyerekeknek is, óvodásoknak is lesz egy ilyen kis meglepetésünk, ahol várjuk őket bemutatkozással, így a középiskolásoknak is. Holnap részleteket még annyira nem tudunk, holnap menjünk el majd a
az önkormányzathoz, és akkor ott fogjuk megbeszélni a részleteket, mert úgy néz ki, hogy támogatnak bennünket, és a részleteket velük fogjuk megbeszélni. Arról, hogy hogyan lehet majd jelentkezni, meg egyáltalán a Báb Színház életével kapcsolatos híreket, információkat, előadásokat valahol tudjuk esetleg az interneten követni? Hát van Facebook oldalunk, de ebbe egy kicsit ugye le vagyunk maradva, ezért is kértem meg Jutkát, Munkács Juditot, aki most a színháznál nyugdíjba ment, és így ő tudna segíteni nekünk, hisz nagy tapasztalattal rendelkezik, több 10 éves tapasztalattal, műsorszervezés, média és marketing terén is, úgyhogy próbáljuk ezt is szélesíteni ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy Jutka tapasztalata és szakmaisága garancia arra, hogy hamarosan tele lesz információkkal a közösségi oldal mindenféléről, és talán neki köszönhetitek, hogy egy új raktárat is sikerült találni, mert hogy azért ugye rengeteg bábbal rendelkeztek, nem csak annyival, amennyit itt elhoztatok, hanem... Nem csak ennyivel, igen. Még most úgy válogatnom is kellett keresgélnem, hisz Tokajban van most egy kiállításunk, már 3. hónapja, ahova szintén elvittünk körülbelül 40 bábot, a Tokaji Múzeumban van egy 3. hónapja egy szép báb kiállításunk, ahol tulajdonképpen a nyíregyházi bábjátszás 70 évéből mutatunk be egy pár darabot a Buratino Bábszínháznak is és a Mesekert Bábszínháznak is a darabjaiból. Az előadások maradnak a Korzóban? Mik a tervek ebben az évadban? Hát én nekem nagyon nagy terveim van, de sajnos az semmit nem számít. Az egy, hát ugye azt elmondhatjuk most már, hogy végleges döntés, hogy most, ahol most vannak, tehát ahol most van a Buratino, az egy nagyon kellemes technikai feltételekkel rendelkező helyiség, gyönyörűen megcsinálva, berendezve, öltöző kis raktárhelyiség, kelléktárhelyiség, minden adott egy professzionális előadás létrehozására. És ahogy mi beszélgettünk Jánossal, vagy megkeresett, utána nem sokkal jött a hír, hogy sajnos azt a helyiséget, amilyen profi módon be van rendezve már, azt el kell hagynunk, vagy el kell hagyniuk. Egy kisebb helyiségbe át kell menni, hát ami már technikailag nem olyan profi, mert álmennyezet van, tehát ez a döntés akkor végleges, úgy tűnik. Úgy néz ki, igen, hogy végleges. Tehát ez az egyik meglepetés. Ezért fordultunk a polgármesteri hivatalhoz, hogy kellene egy helység, olyan, ami ugye nyilván száraz, nincs is messze, hogy tudjuk a díszleteket hordani, vinni egymáshoz, ahol is közel lenne a színház, a bábszínházhoz. És úgy néz ki, hogy tehát ígéretet kaptunk rá, hogy a sávház alatt a Zrínyi Anna utca 8-10 alatt a pince helyiséget tudnának a részünkre felajánlani. Meg is néztük már, elfogadható lenne, tehát ott a raktár részt, egy műhely részt, stb. Ki tudnánk alakítani, tehát jó lenne. Hát azt gondolom, hogy a nézők ugye ezekből a nehézségekből hál' Istennek nem sokat látnak, mert ők a profi előadásban fognak gyönyörködni. Hogyha nem tudom, hogy megfertőződsz-e annyira, hogy esetleg még a kezedre is báb kerül, majd valamikor, ki tudja. Minden esetre hogyan készülsz most erre a rendezésre? Nézegetsz báb előadásokat? Vagy? Nem. Nem? Nem, hát amit néztem, meg láttam, meg... Az első, a Vasalbert mese a Erdőről című darabja, az egy mese, tehát az nem színházi előadásnak van, vagy egy mesejátéknak van írva, hanem az egy mese. Azt elkezdtem dramatizálni, tehát amiből színpadi párbeszéd kialakulhat, meghúzva, átalakítva kicsikét. Érdekes, nagyon... Nagyon élvezem. Tehát amit az elején mondtam, hogy nem egy példány szöveget megkapok, amit megtanulok, hanem úgy az első pillanattól kezdve a Rékával, a Jánossal közösen a bábterveket, a díszletet, tehát a látványt olvasgatom, jönnek gondolatok,
Aztán majd, amikor elkezdünk dolgozni, akkor néha figyelmeztetnem kell magamat, amikor otthon nézegetem, vagy úgy memorizálok rajta. Igen, majd itt bejön, és akkor úgy föl kell ébredjek, hogy hát ez nem emberek, hanem bábuk. Csak annyira tehát az emberi jelenléttel, az emberi érzésekkel gondolkodom, hogy majd ezt megpróbálom tőlük a bábon keresztül is megmutatni. Na hát köszönjük szépen, akkor várjuk szeretettel ezeket az előadásokat és a híreket, pedig most már figyelni fogjuk akkor a Buratino Bábszínház közösségi oldalát.